Krumpli, tojás, húsvéti sonka csak is került a tartós élelmiszerek mellett abba a húsvéti csomagba, amit a gondozási központ munkatársai állítottak össze a bátaszéken élő hátrányos helyzetű családoknak. Hosszú évek óta hagyomány, hogy karácsony közelettével élelmiszeradományjal segítik a rászorulókat, 2020 tavaszától pedig húsvétkor is megszépítik a családok és a gyermekek ünnepét így módon. Most összesen 160 családnak, köztük 100 gyermeknek teszik gazdagabbá a húsvétot. Tartós élelmiszer illetve illetve vaj, sonka, tojás, hagyma, krumpli is került a, a csomagokba. Mergül Pécsi Edit azt is elmondta, hogy minden csomag egységes, így minden rászoruló ugyanolyan mennyiségű és tartalmú adományt kapott, amiknek a sok sokszínűségéhez a városban sokan hozzájárultak. Ezúton szeretném még megköszönni az önkormányzatnak, illetve a helyi cégeknek, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen szép csomagokat tudjunk összeállítani. Köszönjük szépen! Az adományokat folyamatosan várják a gondozási központ munkatársai, hiszen nem csak az ünnepek alkalmával, hanem évközben is segítenek a rászoruló családoknak.